Sziasztok! Arra gondoltam, hogy ma egy kérdezfelelek videót fogok készíteni, és ezt mivel elég sok kérdés érkezett, ezért ketté fogom osztani, szóval két részbe fogjátok látni. Ez lesz az első része, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Bele is vágom, nem akarom túlzottan húzni a szót. Tudom, hogy mostanában több új tag csatlakozott a csatornához, akár Instagram felületen is többen követtetek be, illetve itt YouTube-on is eléggé sokan vagytok újak, úgyhogy tettem ki egy kérdés matricát Instagramra, és kivétel nélkül mindegyikre válaszolni fogok, ami kérdések jöttek, ezt itt meg is mutatom nektek így gyorsan, és a két videó keretén belül ezekre fogok válaszolni most, úgyhogy az első kérdés, hogyan képzeljek el egy bibliaórát? Jelenleg nekünk a bibliaóránk úgy van, hogy zoomos felületen, ugyanúgy, ahogy az oktatás volt tavaly, sőt lehet, hogy még most is van valahol zoomos oktatás, többen rácsatlakozunk, nagyjából 10-20 ember között szoktunk lenni egy-egy ilyen bibliaórán, és igazából felolvasunk a Bibliából egy részt, amit a lelkész megmagyaráz. Igazából sokan vagyunk úgy, hogy elolvasunk egy-egy részt, és nem azt értelmezzük belőle, amit kellene, vagy ami ennek az üzenete lenne, illetve szerintem minden egyes bibliai résztnek van több üzenete, és ezeket próbáljuk kivesézni, hogyha valakinek kérdése van, akkor ott felteheti, akár ilyen személyesebb bizonyságtételeket is el szoktunk mesélni, és ez egy jó hangulatú beszélgetés Istenről igazából, ilyen egy bibliaóra, nagyjából másfél-két óra egy-egy alkalom, és ez mindig este 7 órakor szokott lenni, és én nagyon szeretem, mert így a szerda este 7 óráim ilyen lelki feltöltődéssel telnek, és nekem ez jó. Aztán a következő kérdés, hogyan néz ki a napi rutinod főállásban 3 gyerekkel plusz videókkal? Úgy, mint aki belebújt egy gyalogkakuk bőrébe. Ez az első gondolatom így. Az első egy-másfél hét nagyon nehéz volt, mert mindenhol meg akartam felelni a videózás terén is, itthon is, illetve a munkahelyemen, a bölcsödében is. Mindenkinek megpróbáltam úgymond a maximálisat nyújtani, és ez abszolút nem ment, semmilyen rendszerem nem volt, és most már azért kialakítottam, hogy egy picit engedtem mindenből, a videózásból is. Most már beállítottam azt a rendszert, hogy heti 3 videót veszek föl, és azt mindet a hétvége alatt, és abból 2 beszélgetős és egy vlog videó. Máshogy egyszerűen nem tudom megoldani, hétköznap nincs erre se időm, se energiám, és nagyon sokat változott az, hogy ugye most már általában én viszem a gyerekeket reggel, és minden nap korán kelni, meg stb. Szóval ez a rutin, ez még alakul, hogy mi, hogy most már beálltunk arra, hogy hetente egyszer hétköznap mosok, és hétvégén pedig szombaton szinte egész nap megy a mosógép, a szárítógép, szombaton éjjel vasalom ki a dolgokat, a videók vágásával megvárom a vasárnap estét, akkor szoktam leülni és összevágni a videókat, szóval próbáljuk alakítani, hogy mibe tud így a férjem is segíteni, illetve hogy fog ez még kialakulni. Hát az elején vagyunk igazából, annyira nem, de minden héttel egy kicsit könnyebb, és egyre jobban szokunk bele ebbe az újabb, hát nem új rendszerbe, de ebbe a rezsimbe, hogy hogyan tudjuk legjobban és legtartalmasabban megtölteni ezeket a napi hétköznapokat, hogy senki ne legyen nagyon fáradt, és mindenkinek meg legyen a napi igénye, nekünk is akár alvás, akár munka, akár az itthonlét tekintetében. A következő kérdés, hogy tetszik az új munka? Nagyon szeretem. Ez tényleg, ahogy egy pár videóval ezelőtt is kifejtettem nektek, hogy én ezt egy szolgálatnak tekintem, hogy Isten lehetőséget adott arra, hogy ezeket a kisgyerekeknek adjak valami pluszt, vagy a környezetemnek, és én nagyon sokat imádkoztam érte, hogy egy olyan helyre kerüljek, mint ez. És annyira én jól érzem magam, amit nagyon szeretem. A következő kérdés, tudod már, hogyan fogjátok megoldani a nyári szünetet? Na, ez egy jó gyakorlati kérdés. Nagyon sokat törtem rajta a fejemet, és az a helyzet, hogy én hiszem és vallom, hogyha Isten adott egy feladatot, akkor meg fogja adni a megoldást is. Egyelőre az én fejemben gyakorlati téren az van, hogy a nyári szünet 9 hét, abból a kicsiket 2 vagy 3 hétre kell megoldani, a nagyfiamat pedig
9 hétre, és úgy gondoltam, hogy úgy fogom beosztani, hogy 2 hétre eljön tesóm, akkor itt lesz a nagyfiammal, aztán megy a anyuékhoz, 1 hétre keresek valami tábort, illetve a mamához is mehet úgy, hogy amikor reggel én elmegyek dolgozni a gyerekek meg oviba, akkor ő megy a mamához, aztán délután haza, illetve a keresztszülőkkel is megpróbálom kialakítani, úgyhogy heti rendszerességgel lesz egy váltás, hogy mindenkinél legyen, mindenki egy kicsit kiveszi a részét a segítségből, és hát, hogyha valami meg nem fog összejönni, akkor van itt egy-kettő ilyen idősebb néni, akit esetleg így fizetett szolgáltatásért meg szeretnék kérni, hogy esetleg jöjjön el és legyen itt a nagyfiammal. Jelenleg máshogy nem tudom elképzelni, hogy hogy lehetne másképp megoldani, úgyhogy ilyen terveim vannak. A következő kérdés, de amúgy biztos, hogy alakul, szóval meglátjuk, hogy hogy fog alakulni, nem tudom még. Van kutyusod? Hogyha nincs, szeretnél? Nincs már kutyusunk, vacak volt a kutyusunk, 10 évesen kellett elaltatni, és bennem ez egy akkora törés volt, hogy én semmilyen állatot nem szeretnék egy jó darabig, mert még őt sem emésztettem meg, hogy el kellett őt engedni, úgyhogy egy jó darabig semmilyen állatot, meg amúgy jelenleg az életünkben úgy vagyok vele, hogy annyira ki van maxolva minden idő, hogy nem hiszem, hogy ez egy állatnak a javát szolgálná, hogy na-na! Hogy itt lenne, szóval nem. Mi a kedvenc színed? Ez teljesen változó nálam. A rózsaszín drap, amit igazából nem annyira szeretek, az a kék, zöld, fekete, ezeket nem is nagyon látjátok rajtam, nagy-nagy ritka, de minden színt szeretem, attól függ, hogy milyen hangulatom van éppen. A következő kérdés, mióta vezetsz, azaz hány éve? 13 éve van jogosítványom, és azóta a napi szinten vezetek. Ha lehetne, hova utaznál el legszívesebben? Nagyon szeretem a videóidat. Hát, hogyha ez nem lenne keretekhez kötve, és azt mondanák, hogy holnap megveszik nekem a repülőjegyet, és a családommal együtt mehetek, akkor Miami-ba mennék. Miami Beach, nagyon meg szeretném nézni olyan helyre, ami pörgős, ahol élet van, de nagyon örülnék egy olaszországi kirándulásnak is, illetve hát a tengert nagyon szeretném megnézni. Aztán a következő kérdés, hány évesek a gyerekek? 7, 6 és 3 évesek. A következő, 8 óra munka a gyerekek és a háztartás mellett mikor lesz időd magadra vagy Zolira? Le a kalappal, én néhány gyerkőc mellett is úgy érzem, hogy nyakamba zúdul minden. Nagyon nehéz erre, nekem is kell egy ilyen komplett rendszert kialakítani, hogy hogyan tudjuk azt, hogy mindenkire legyen idő. Én megpróbáltam azt, hogy nem veszek el senkitől plusz, szóval, hogyha hazaérünk, akkor ez a megszokott rutin legyen. Nem annyira megy, mert az eddigi munkákat, azokat el tudtam végezni, még itthon voltam, úgy is, hogy mellette dolgoztam, hogy volt főtkaja, ki volt mosva, el volt pakolva. Most ezeket nem tudom, de ilyen dolgokat például teljesen elengedtem, hogy reggel nem csinálom meg az ágyat, nem zavar, hogyha hétköznap porosak a polcok, nem állok neki ilyeneket törölgetni, csak hétvégén, hogyha úgy jön ki. És este meg időben lefektetjük a gyerekeket, és akkor tudunk filmezni, vagy beszélgetni, bármit csinálni a férjemmel. Illetve a hétvégéket azért általában együtt szoktuk tölteni. Nem mindig, mert mindegyikünk vállal plusz munkát, ami nekem a videózás, ami sok időt elvesz a hétvégéből, a férjemnek pedig ilyen hegesztéseket, vagy ilyen dolgokat vállal az egyik haverjával, és erre mennek el az idők, de úgy vagyunk vele, hogy mi ezt a három gyerekkel vállaltuk, hogy mindegyikünknek lesz egy plusz állás a főállása mellett, és a legfontosabb szerintem, hogy amikor együtt vagyunk, akkor tényleg egymásra figyeljünk, és akkor ne kommenteket olvassak, vagy ne telefonozzak, vagy ilyesmi, szóval értitek. Aztán a következő kérdés, hogy most, hogy ilyen komoly munkád van, hogy oldjátok meg, ha valamelyik gyereknek otthon kell maradnia? Hát nem volt még rá példa az a helyzet, azóta nyomom őket nagyon sok ilyen plusz immunerősítő dologgal, hogy minél jobban tudjuk elkerülni a betegségeket. Hát, hogyha itthon kell maradni, akkor hogyha nem nagy a baj, akkor anyósommal lesznek. Hogyha nagy a baj, akkor hát jelenleg, mivel a férjem most már 5 éve dolgozik, vagy 6 ennél a munkahelynél, itt talán ő neki egy kicsit könnyebb, vagy megértőbb dolog az, hogyha most ő kér egy kicsit egy pár szabit, vagy ő megy betegállományba a gyerekekkel. Csukd be az ajtót, légy szíves.
Köszönöm. Úgyhogy így próbáljuk megoldani, hogyha nincs olyan nagy baj, akkor a mama, hogyha úgy gondoljuk, hogy a mama is elkaphatja azt a bizonyos betegséget, mert mint, hogy... Ajtó! Ajtó, csukjátok be, kérlek szépen! Szóval, hogyha ő is elkaphatja, úgy gondoljuk, akkor itthon marad a férjem. De van egy csomó olyan dolog, amikor úgy vannak itthon, hogy nem betegek, hanem nincsen ovi, vagy szünet van, vagy ilyesmi, akkor mennek a mamához. Még nem volt rá példa, szóval nem tudom, hogy mennyire működik. Aztán a gyerekeid reformátusok? Igen, mind a három gyermekem reformátusnak van megkeresztelve. Van barátnőd a sógornődön kívül, akivel eljársz kávézni, shoppingolni ide-oda? Igen. Igen, van egy Éva barátnőm, ő most már a barátságunk 12 éves, sőt nem láttátok, nem annyira szereti így videókban, meg nem is találkozunk olyan sokszor, de szerintem nem attól függ a barátság, hogy hány barátod van, hogyha 20 barátod van, akkor Hüdemeyer vagy, hogyha csak egy, akkor óha. Szerintem egy igaz barát is többet ér, illetve van még egy-két olyan barátnőm, akikkel keveset találkozunk, de nagyon szeretek vele beszélgetni, vagy velük. Például van egy Szandi barátnőm, gyerekkorom óta, ővel általános suliba jártunk együtt. Vagy van például, amikor a lányom érkezett hozzánk, akkor ismerkedtem meg Laurával, és nagyon-nagyon szeretek vele beszélgetni. Igaz, hogy csak negyed évente egyszer van arra lehetőségünk, vagy időnk körülbelül, hogy egy fél délelőttöt átbeszélgessünk, de szerintem... Szerintem ezek a barátságnak az alapjai, úgyhogy van, az ember életében szerintem többször van olyan, hogy váltakoznak a barátnők egy ideig, óráig ott van mellettünk egy ember évekig, és utána egy kicsit eltávolodtok egymástól, akár utána vissza. Szerintem ezeket is el kell fogadni. Aztán mikor lesz a férjeddel is valamilyen videót, tessék? Jaj, majd megmossuk, jó? Megmondtam, jó. Jó, egy pillanat, jó, és megyek, jó? Köszönöm. Igen, szóval így ilyen kicsit ricsajos a videó. A férjemmel csukd be az ajtót. Köszönöm. Ők a gyerekszobában játszanak mind a hárman. A férjemmel úgy próbáljuk meg ezeket a videókat most megcsinálni, hogy a bevásárlós videókat, nagy bevásárlós videókat ő próbálja intézni. Akár azt, hogy elmegy, akár azt, hogy felveszi, hogy mit vett, mert ez nagyon szerettétek, és én kevésbé szeretem, és ahogy látom, neki ez tetszik, meg nektek is, úgyhogy... Úgyhogy szerintem ezek lesznek, illetve hogyha lesz ilyen vlog, vagy családi kirendulás, vagy ilyenek, akkor abban benne lesz, de nem tervezünk semmilyen különös vagy közös videót most. Aztán ezotéria, spiritualitása, hogy áll se, hogy én határozottan ellene vagyok minden ilyen dolognak. Én nekem az Isten hitem semmilyen pluszot nem enged. Szerintem ezek nem jó dolgoktól vannak, szóval abszolút nem. Na, 13 perces lett ez a videó, úgyhogy itt most lezárom, és akkor két nap múlva látjátok a következő videót ebbe a kérdezfelelek témába, a többi kérdésre. Remélem, hogy tartalmasnak találtátok, legyen csodaszép napotok, sziasztok!